Mióta szilveszter? 2016, ugye? Ez jó, jó lesz egy ilyen internet. De nem. De nem. Ilyen laza és jó hangulatban zajlik a Napi Opera című rádióműsor felvétele és az interjúk is az Operaházban. 4 év, egészen pontosan ennyi idő telt el a mostani és a legelső felvétel között. Napi Opera. A műsor a Kossuth Rádióban hallgatható operákkal kapcsolatos érdekességekről szól. Összesen 365 epizódot vettek fel eddig, de most mégis kellett egy plusz téma, mert hogy 2020 szökőév és szükséges lesz egy adás február 29-ére is, azzal senki nem számolt. Február 29-e Rossini születésnapja, mégsem egy róla szóló hír került be a műsorba. Mivel elég sokszor volt be már Rossini, ezért most keresünk mást. És akkor jött ez a bizonyos No Art Earth Day, tehát hogy az a világnap, amelyik arra próbál rámutatni, hogy azzal, hogy valaki fest, vagy most tudom, mit csinál, hangszert készít, vagy ugye az kell a művészethez ugyancsak, vagy egyszerűen csak fölkapcsol egy lámpát, hogy kivilágítsa a nézőteret, azzal is az ökológiai lábnyomot nagyobbítja, tehát van a művészetnek, akármennyire is próbál fennkölt lenni és minden, ennek is van természetpusztító hatása. De nem csak ez a nap, hanem akár a nyár is elhozott olyan adásokat, amikor nem volt opera bemutató. Így volt már téma a többi közt, például augusztusban a holdra szállás. Ezeknek kapcsán aztán jöttek darabasszociációk, olyanok, amelyeknek mind az opera műsorán kellett szerepelniük. Az említett esetben ilyen volt például Haydn Skiffy Víg operája, Az élet a holdon. Nagyon érdekes szellemi játék volt, ezért nem is engedtem volna át ezt másnak, túl az, hogy belehaltunk. Tehát úgy Kondás Feri a hangmérnök, mint én, mert eszetlen hülye időpontokban volt időnk ezt megcsinálni. Eleinte úgy indult, hogy ezt fölveszük egy stúdióba, és az első felvétel az föl is jött hozzám a főigazgatóra stúdióba, de ez igazából halott matematikus volt, ez nem osztott, nem szorzott, mert hogy nem volt idő erre, hogy mindenféle stúdióba járkáljon, úgyhogy inkább a stúdiót hoztuk ide, ami tulajdonképpen egy ilyen kis erdő, ami egy ilyen akusztikai burkolatot akar, hogy ne lehessen hallani, ne legyen visszhangos, valamelyes kiszűrjük itt a helyszíni zajokat. Az adásokat egy 3-tagú stáb rögzítette. Éjjel, délben, reggel nem, ugye reggel még itt nem látta senki korán a főigazgató urat, de a dél és az este az a jellemző időpont erre. Alapember volt Kondás Feri, és rajta, meg rajtam kívül ezeken az éjszakai, de néha tényleg hétvégi, nappali órákon egy valaki volt még velünk, ez a producer Amin Zoltán, aki valójában úgy tűnt, mint aki nem majd figyel, hanem a telefonján ügyeket intéz, de aztán időnként mindig megszólalt és mondott valamit, ami nekem fontos volt visszajelzésként. De visszatérve a február 29-i világnapra, az ökotudatosság a művészeti intézményekben egyelőre nem annyira beszédtém a Magyarországon, de az opera új épületében, a hamarosan nyíló Eiffel műhelyházban már szerepet kap a zöld gondolkodás. Már a tervekben is megjelent az, hogy hogyan fogjuk napelemmel világítani majd az ösvényeket, utakat a telken belül. Rajta vagyunk az elektromos töltőállomások oda telepítésén. Elektromos rollereket vettünk a kollégák számára, ugye hatalmasak a távolságok a csarnok rendszeren belül. Minden mindennel összefügghet, és ez nem csak a mostani riportból, hanem a napi opera műsoraiból is jól kihallható. Kalandozzanak az összművészet világában, figyeljék minden nap a napi operát a Kossuth Rádióban.